Sziasztok! A mai videómban az amerikai palacsinta receptemet szeretném veletek megosztani. Ehhez szükségetek lesz 150 g önkelesztő lisztre, tojásra és 250 ml tejre. Az önkelesztő lisztet én a Tesco-ban szoktam venni, egyébként ez annyit tesz, hogy sütőporral már össze van előre keverve. Tehát első lépésként ugye a tojást feltörjük, érdemes egyébként egy nagy tojást venni, hozzáöntjük a lisztet, aztán pedig a 250 ml tejet. Ha minden hozzávalót egybeöntöttünk, akkor jól elkeverjük ezt a masszát, hogy ne legyen csomós a végére, ez nagyon fontos, hogy nagyon krémes, sima állagú masszát kapjunk. Mielőtt elkezdenénk sütni a palacsintát, egy kis olajat öntsünk a tepsire, jól oszlassuk el. Ezt nem kell majd minden alkalommal megismételni egyébként. Aztán jöhet a massza, aminél arra kell figyelni, hogy viszonylag közelről öntsük bele a serpenyőbe, mert én úgy vettem észre, hogy így lesz kisebb méretű a palacsinta. Körülbelül egy percig kell sütni közepes lángon, de a buborékok is elárulják már, hogy lassan jó lesz. Ilyenkor fordítsuk meg, és a másik oldalát is körülbelül ennyi ideig süssük. Láthatjátok, hogy ebből a mennyiségből, amiből én készítettem, 15 darab kis palacsintát sikerült elkészítenem. Ízesítéshez ajánlom mellé a juharszirupot, vagy pedig a natúr joghurtot gyümölccsel. Ennyi lett volna már ez a videó, remélem, hogy sokatok reggeliét sikerült feldobnom, és ízleni fog nektek. Írjátok meg, hogy ti mivel szeretitek a legjobban enni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, lájkoljátok. Sziasztok!